Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című magazin műsorunk mai vendége Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetője. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetője, akit szeretettel köszöntök stúdiónkban. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a Karcok Televízió nézőit. A közelmúltban az egyik testületi ülésen tartotta meg beszámolóját az óvodában megvalósuló környezeti nevelésről. Ezzel a témával kapcsolatban hívtuk ma meg egy stúdióinterjúra intézményvezető asszonyt. Talán kezdjük azzal, hogy mi is ez a környezeti nevelés, mikor kezdődött ez a Madarász Imre Egyesített Óvodában. A környezeti nevelés az az óvodai nevelésünkben egy alapfeladatunk. Egy olyan feladatunk, amely átszövi a mindennapi tevékenységeinket. Ezen belül nagyon sok és sokrétű feladatot valósítunk meg a gyerekek nevelése során az óvodai hétköznapi programok szervezése során. Vannak tervezett tevékenységeink, vannak a környezeti neveléshez kapcsolódó szakmai programok, de hát ami nagyon-nagyon fontos, hogy ennek a feltételeit meg kell, hogy teremtsük, és az óvoda tárgyi környezetét, tárgyi feltételeit úgy kell alakítanunk, hogy ez a legideálisabb legyen a környezeti nevelési célkitűzéseink eléréséhez, valamint nagyon fontosak a személyi feltételeknek a kialakítása, hogy olyan óvodapedagógusok legyenek, akik ők maguk is képzettek, tapasztaltak és elhivatottak a környezeti nevelés iránt. A Madarász Imre Egyesített Óvoda hány tagóvodából áll jelen pillanatban? 9 óvodánk van a város különböző pontján. Jelenleg 754 kisgyermeket nevelünk 31 óvodai csoportban. Mekkora apparátussal dolgoznak? Ugye azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy a személy feltétele is meg legyen ennek a programnak. 66 pedagógusunk van, 31 dajkánk, 10 pedagógiai asszisztensünk. Az ő munkájukat, a feltételeket segíti 4 fűtőkarban tartunk, és még emellett 25 közcélú foglalkoztatott támogatja a munka megvalósulását, és 8 csökkent munkaképességű munkavállalót is foglalkoztatunk. Ennek a környezeti nevelésnek gyakorlatilag melyek a legsarkalatosabb, legfontosabb pontjai? A környezeti nevelésnek hát a legfontosabb pontja, ahogyan mondtam, a tárgyi feltételek kialakítása, hiszen ez egy nagyon komoly infrastruktúrális feltételeket igényel ahhoz, hogy azt mondhassuk magunkról, hogy környezettudatosak vagyunk, és odafigyelünk a energia felhasználásra, azt megpróbáljuk folyamatosan csökkenteni a felhasználást, és megpróbálunk akár megújuló energiaforrásokat is használni. Hát ez az egyik legsarkalatosabb és a legnagyobb beruházásokat igénylő pontja a környezeti nevelésünknek. Milyen eredményekről tud beszámolni ezzel kapcsolatban a közelmúltból? Hát az infrastruktúrális fejlesztéseink azok az elmúlt években folyamatosan valósultak meg. Már most azt mondhatom, hogy ha visszafele haladunk, akkor a tavalyi évben a Szimovodánkba sikerült valamennyi nyílászárót kicserélni hőszigetelt nyílászáróra, illetve az épület kapott egy hőszigetelő burkolatot, amellett, hogy egy új csoportszobával bővült. Ezt megelőző évben a Táncsics körút 17-es óvodánk lett teljes körűen felújítva, szintén műanyag nyílászárókkal, amely nagy mértékben az energiafelhasználást csökkentette már most ebben az évünkben is. Azt megelőzően a Táncsics 17-es óvodánk, a Táncsics 19-es, a Jókai úti óvodánkba került sor felújításokra.
Most ebben az évben pedig a Zöldfa úti óvoda fog majd következni. Pont erre akartam rákérdezni, mert ugye erről tudomásunk van nekünk is. Ott, ha tájékoztatjuk most a lakosságot, akkor mit tudunk elmondani, hogy ott milyen felújítás fog zajlani, hogyan kell ezt majd elképzelni? Látványterveket már láthattak az interneten. Igen, nagyon szép látványtervek készültek, és a tervezés valóban teljesen készen van. Jelenleg az előkészületi folyamatok zajlanak. A tervek szerint a nyár folyamán ki fogunk költözni abból az óvodából a gyermekekkel, és hát várhatóan egy év időtartamra, mert ez alatt az időtartam alatt egy teljes körű felújítás fog zajlani az óvodában, hiszen 1980-ban épült az az óvoda, kisebb-nagyobb karbantartások voltak, de ott is most már egy teljes... Tehát már majdnem 40 éves. Igen, tehát már most megérett rá arra, hogy teljesen a vízvezetékrendszer, a gáz, a fűtés, a világítás, az nyilászárók, nem utolsó sorban teljes körű felújítás fog megvalósulni abban az óvodánkban. Körülbelül mekkora létszám van most abban az óvodában? Hát olyan 60-70 fő között mozog az óvodának a létszáma folyamatosan. Most azt hiszem, hogy most jelenleg 68 fővel vagyunk az óviban. Úgyhogy, hogyan fogják megoldani az elhelyezésüket? Ezért kérdeztem. A tervek szerint a Dózsa György út 4 szám alá fogunk menni abba az épületbe, ahol már több óvodánkkal voltunk, hiszen a Kuthen úti óvisok, a Táncsis 19 óvisok is abban az óviban, abban az épületben voltak, amíg az ő óvodájukat újították fel. Úgyhogy a terveink szerint a nyár folyamán átköltöztetjük az egész óvodát, és majd következő nyáron fogunk visszaköltözni a szépen felújított óvodába. Elhozta nekünk a beszámolóját is a mai témánkkal kapcsolatban. Látom, hogy vannak fotók is ebben a beszámolóban. Mely rendezvényeket emelnék ki a közelmúltból, és miért? Hát igen, a környezeti neveléshez ugye beszéltünk a beruházásokról, a mindennapi feladatokról, ami átszövi a hétköznapokban, szinte azt mondhattam, hogy valamennyi tevékenység irányításunkat, szervezésünket, és emellett nagyon nagy hangsúlyt fektettünk azokra a programokra, amelyeket a gyermekekkel, illetve amelyeket a szülőkkel közösen valósítunk meg. Ezek közül elsőként ugye szeretném kiemelni azt, hogy valamennyi óvodánk, mind a 9 óvoda zöld óvoda, elnyerte már ezt a címet, ez is 12 évvel ezelőtt indult, és a zöld óvoda kritérium rendszerében is meghatározottak azok a feladatok, amelyekhez hozzá kapcsolódnak a gyermekekkel közös programok, hiszen ha környezeti nevelésről beszélünk, akkor elsősorban azt mondjuk, hogy menjünk ki a természetbe. Legyünk együtt ott a gyerekekkel, vizsgálódjunk, figyeljük meg az ott lévő fákat, növényeket, állatokat, és ott tapasztalják meg a gyermekek velünk együtt mindazt, ami nagyon fontos, és ott megtapasztalják azt is, hogy hogyan tudjuk védeni a környezetünket. És ezek a programjaink, amelyeket megvalósítunk, ezek mind-mind erre irányulnak. Hát most elsőként akkor hadd emeljem ki azt, ami a múlt héten volt, az Ügyeskedj a kerékpároddal, hiszen ez is egy nagy intézményi, szakmai programunk, amit már hosszú évek óta hagyományosan megszervezünk így május első időszakában. Itt a kerékpározást népszerűsítjük, illetve a gyermekeket ösztönözzük, a szülőket is a kerékpáros közlekedésre, hiszen ez is a környezettudatos életmód, szemléletmód egyik része, hogy minél inkább olyan eszközöket használjunk a mindennapokban, amelyekkel kíméljük a környezetünket. Aztán kiemelném azokat a programjainkat, amelyek a zöld jeles napokhoz kapcsolódnak, a vízvilágnapja, a földnapja, a környezetvédelmi világnap, az állatok világnapja, hiszen ezeket a programokat csoportonként, mind a 31 csoportunkban a óvodapedagógus kolléganőim szervezik meg a gyermekekkel együtt, és itt különböző helyszínekre mennek el, tesznek látogatást, voltak már a szelektív hulladékgyűjtőt megtekinteni, voltak vizes programokon, van, aki a gyógyvizet nézi meg, kisebb tavakhoz mennek el, az erdőbe mennek, a kutatóintézetbe, ott a kis meteorológiai állomáson megfigyelik az időjárást. Tehát a legszínesebb és gazdagabb programokat biztosítjuk, és igyekszünk itt a
helyben, Karcagon a gyermekeknek megtalálni azt, ahová akár később majd a szülőkkel, családokkal közösen is visszamennek. És vannak olyan programok, amelyeket kifejezetten a szülőkkel közösen szervezünk. Éppen azért, abból a célból, hogy együtt legyenek a családok, együtt éljék meg ezeket az élményeket, és ezekre a helyszínekre, az erdei futópályára, ahol most egy gyönyörű lombkorona sétány várja a gyermekeket egy nagyon szép játszótérrel. Ez is egy nagyon csodálatos program, és a Földnapjához kapcsolódóan, a Madarakfák napjához kapcsolódóan több óvodai csoportunk látogatott el például erre a helyszínre. Pontosan azt akartam kérdezni, hogy a szülőket mennyire tudják bevonni ezekbe a programokba, mennyire aktívak e tekintetben? Nagyon-nagyon aktívak, ennek nagyon örülünk, hiszen most a Földnapja alkalmából több óvodában volt egy virág, egy palánta, vagy egy gyermek, egy palánta program, ami azt jelentette, hogy minden kis gyermek hozott egy kis virágpalántát, és ezt elültették közösen az óvodák udvarain, amelyeket majd a gyerekek közösen nevelgetnek. Ehhez kapcsolódott a zöldövezet program, például a Táncsics 17-es óviba, ahol a szülőkkel közös kis tevékenység, játékokat szerveztek a kolléganőim a gyerekeknek és a szülőknek, ami nagyon nagy élvezet volt a jelenlévőknek, hiszen egy nagy közös játék délelőtt volt a program során. Ezen kívül még azt gondolom, hogy kiemelendőek azok a programok, amelyek a zöld programhoz kapcsolódnak. Legutóbb például a Öltöz zöldbe flashmob valósult meg, amit a György István Nagykun Múzeum kertjébe szerveztünk, már most második alkalommal, és ehhez csatlakoztak az óvodáink, és akkor mondhatom most a zöld óvodáink mellé, az ökoiskolák is, hiszen azok is vannak Karcagon, és így együtt ünnepelhettük ott akkor a napi egyenlőség napját. Említette, hogy a tárgyi feltételek is nagyon fontosak a környezeti neveléshez. Azt tudjuk ugye, hogy ezek a tárgyi feltételek általában pályázatok útján szerezhetőek be. Van-e most ilyen jellegű futópályázatuk? Nagyon szerencsések vagyunk, mert az intézményünk fenntartója, Karcagváros Önkormányzata minden olyan szakmai elképzelésünket támogat, amelyre pályázatot tudunk benyújtani, és így ezek a források rendelkezésünkre állnak, mert azt mondhatom, hogy nagyon sikeresek is vagyunk a kolléganőimmel a pályázatok megírásában és megvalósításában, hiszen az elmúlt időszakban is nagyon sok pályázatunk volt. Például, ha most egyet kiemelek, a Táncsics 19-es óvodának a napelem rendszerét, azt egy ilyen pályázaton összefogással nyertük. Aztán vannak a szakmai pályázataink, amelyek be a tehetséggondozás területén, a környezeti műhelyek szakmai megvalósítására pályázunk. Ezek, amelyek kiemelkedőek, illetve az épületek felújításához, amelyeket Karcagváros Önkormányzata pályáz, és közösen valósítjuk meg, és ezekhez is kapcsolódnak olyan eszközbeszerzések, amelyeknél nagy gondot fordítunk arra, hogy környezetbarát, egészséges eszközök kerüljenek megvásárlásra, és olyan kis apróbb eszközöket is szerzünk be, ezt pedig az alapítványunk, a Gyermekünk Mosolya Egészséges Gyermekekért Alapítvány is támogatja, amelyekkel a vizsgálódásokat tudjuk segíteni, támogatni, kis társasjátékok, képességfejlesztők. Lezajlottak az óvodai beiratások. Mit lehet tudnunk a következő nevelési évet? Hány kis csemete fogja majd elkezdeni az óvodáikban? Hát, hogy pontosan mennyien fogják elkezdeni, azt még én sem tudom, hiszen megvolt a beiratkozás, nagyon sokan jelentkeztek. Most az előre vetített adatok alapján azt látjuk, hogy többen, mint amennyien elmentek iskolába. Ez jó hír. Igen, ez jó hír egyik oldalról, a másik oldalról azt mondom, hogy nagyon nagy odafigyelést fog igényelni az elkövetkezendő napokban zajló környezet tanulmányok során, hiszen nagyon sok kisgyermek olyan is iratkozott, akik még nem óvoda kötelesek, hiszen azoknak a gyermekeknek kötelező az óvoda, akik augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. Azonban azok is fölvehetőek, akik fél éven belül fogják betölteni, tehát ez azt jelenti, hogy már a 2,5 éves kortól is jöhetnek óviba,
a gyermekek, amennyiben van helyünk. Mi szeretnénk mindenkit fölvenni, és bízunk abba, hogy valóban föl tudjuk venni azokat a gyermekeket, akiknek a szülei óvodát igényelnek szeptembertől, azonban ez azért helyfüggvénye is lesz, hiszen az óvodai csoportlétszámok 25 fő, ami a maximum, ezt meghaladhatja. Jelenleg ebben az évben is, különösen így a tavaszi időszakban vannak olyan óvodai csoportaink, amelyek ezeket a számokat már-már meghaladták, úgyhogy most fognak zajlani majd az elbírálások, és olyan május vége fele lesz már pontos létszámunk a következő évre vonatkozóan. De van gyermek, és ez nagyon örvendetes számunkra. Meddig tart az idei nevelési év? Hát az óvodában a nevelési év az augusztus 31-éig tart. Az egy kicsit különbözik az iskolaitól, hiszen ott június közepén lezárják, mi augusztus 31-én zárunk, és szeptember 1-én nyitjuk az új nevelési évet, de természetesen az óvodákban is van egy hosszabb időszak, amikor ügyeletet biztosítunk. Ezt hogy oldják meg a nyáron? Erre voltam kíváncsi. Ebben az évben két óvodánk lesz nyitva hosszabb időtartamban, a Kuthen úti óvoda és a Csokonai úti óvoda, ami azt jelenti, hogy július 1-től augusztus 20-áig egy-egy óvoda tart nyitva, és ezeket az óvodákat lehet igényelni a szülőknek. Június végéig pedig valamennyi óvodánk nyitva lesz, kivéve a Zöldfa útit, mert ott már június közepével szeretnénk bezárni, hiszen ott, ha minden jól megy, akkor már a kivitelezőnek is valószínű, hogy át kell adnunk majd a helyszínt. Nyárra terveznek-e bármiféle, akár nagyobb, akár kisebb felújítást valamelyik óvodában? Igen, a nyári időszak az, amikor a nagy takarítás mellett elvégezzük ezeket a feladatokat. Hát tisztasági meszelést, festést minden óvodában megvalósítunk, illetve azokat, ahol a tavalyi évben nem került sor csoportszobák festésére, ott valószínű, hogy most ebben az évben sor fog kerülni, és hát azért még tervezzük, hogy ott, ahol nem lesznek nagy pályázatok, de nagyon szükségszerű lenne ajtócsere, ablakcsere, hogy azokat is meg tudjuk valósítani költségvetési forrásból, hiszen azért a nagy beruházások mellett a tavalyi évben is sor került a Takács Péter úti óvoda bejárati ajtójainak a cseréjére. Most ebben az évben nagyon szeretnénk a Csokonai úti óvodába, hiszen minden pályázatot, minden egy-egy óvodára tudunk pályázni egy évben, viszont a feladat a 9 óvodában azért ennél jóval több, és akkor ezeken a helyeken szeretnénk ebben az évben az elkövetkezendő feladatokat megoldani. Reméljük, hogy ezek majd teljesülnek is. További jó munkát kívánunk, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönjük szépen az érdeklődést. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Egy hagyományos rendezvény iskolánkban a ballagás több mint 50 éve biztosan van. Az, hogy a régi tanépületünk földszintjének, illetve emeletének a folyosóit fűvel borítjuk, ez egy 40 évnél idősebb hagyomány, és azt hiszem, hogy egyedülálló az országban. Ezzel tulajdonképpen azt fejeztük ki, hogy a iskola hagyományosan mezőgazdasági jellegű képzéseket folytatott, és folytat ma is a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában. És hát természetesen az időpontját pedig szintén egyedileg szombatra tesszük, mindig arra a szombatra, amelyik az első írásbeli vizsgát megelőzi. Mellette gépes felvonulás is van, így lesznek kicsit a városban. Így van, jelenleg is mintegy 48 erőgéppel és aratócsépőgéppel vonulnak diákjaink, és végigmennek egy engedélyezett városi útvonalon. Ezzel elbúcsúznak a várostól és a eddigi tanulmányuk helyszíneitől. Lovasok, hintók vannak, és vannak régi és modern gépek is. Az iskola milyen gépekkel tanul? Az iskola saját gépeivel is részt vesz ezen, és természetesen más vállalkozóktól, illetve
olyan vállalatoktól kapunk gépeket, ahol majd diákjaink elhelyezkednek. Legrégebbi gépünk több mint 60 éves, egy Hoffer traktor, a legújabb pedig természetesen a közelmúltban beszerzett aratócséplőgép, amely szintén egy nagyon modern, korszerű technológiát képvisel. Nálunk ez már olyan 150 éve kb., hogy itt felvonulunk a suli előtt, végigmegyünk az egész városon, leginkább a főtér részén, és nem csak az, hogy nekünk hagyomány, hanem szinte az egész városnak. Nagy idézőben rendezvény szokott előfordulni ilyenkor, hogy kiállnak a saját házuk előtt, hogy megnézzék a felvonulást, és ez igazából egy nagy öröm mindenkinek. Hát én most jelenlegi állapotomban ugyebár nincsen jogosítványom, ezért egy tanuló Zetor traktort vezetek, így mellettem van egy szakoktató. De akinek van például jogosítványa, és tegyük fel, hogyha a családi vállalkozásban van az adott személy, akkor ezt meg lehet oldani, úgyhogy szinte biztonságos 100%-osan, hogy vezeteti az adott traktort. Igen, ha úgy nézzük, ez már egy nagyon régi hagyomány, amit úgymond Karcag is nagyon szeret nézni, így ilyen szép napos időben. Általában jó pár ember saját géppel jön, aki meg úgy nem teheti meg, az inkább nagyobb géppel jön. Viszont ami mindennél megvan, az a szép díszítés, mint ahogy itt látszik mögöttem lévő traktor. Ez hál' Istennek saját traktor, és általában mindenki olyan géppel jön, amit úgymond szeretne, és úgy képviselje úgymond a személyiségét is viszonylag. Így legalább az idősebbek is láthatják, hogy még élnek ezek a régi gépek, és látják a modern technológiát, és azt is látják szerintem, hogy levezethetik, hogy vannak olyanok, akik értenek még a régi géphez. Hát kicsit olyan fura, mert úgy észre se vettük, hogy eltelt az a pár év, és mégis itt vagyunk, így érettség előtt kicsit izgulok, de majd látjuk, hogy lesz a következő lépés. A 13. környezetvédős szakmacsoport vagyunk. Egy volt osztálytársunk fog minket a városon keresztül húzni, és szerintem ez egy egyedi hagyomány az iskolánkban. Én a környezetvédelmi technikus osztálynak vagyok az osztályfőnöke, és már tavaly is részt vettünk ezen a ballagáson, de akkor még mint érettségiző diákok, és akkor a szekérrel, hintóval ballagtunk, és most már teljesen befejezik a szakmát, tehát környezetvédelmi technikus gyerekek lesznek majd egy pár hét múlva, és hagyományként ők is részt vesznek ezen a felvonuláson, és jelenleg pedig ezen a platós kis padokkal ellátott kis szerelvényen fogunk ülni, amelyet egy boltosztálytársuk, Vince Mihály fog elhúzni. Ő felajánlotta az osztálynak, hogy szeretettel végighúz minket ezen a ballagáson. Hogyan készülnek a Karcag általános iskolák az anyák napjára? A Karcag általános iskola és alapfokú művészeti iskola tagintézményeiben, a két általános iskolai tagintézményben, a Kovács Mihály, illetve a Kiskulcsosi tagintézményben, főként az alsó évfolyamos tanulók, tehát 1-től 4. osztályig készülnek az anyáknapi műsorral, az anyáknapi rendezvényekre. Milyen kis meglepetés, milyen kis ajándékot szoktak ilyenkor a gyerekek készíteni, az alsósok? Ugye természetesen a legszebb ajándék az, amikor műsorral készülnek, verseket, dalokat tanulnak meg az anyák napjával kapcsolatban, tavaszi dalokat, anyáknapi dalokat, és azokat előadják a szülőknek. Szokott-e az iskolákban anyák napját megelőző napokban, akár egy hétig, talán projekt keretein belül is kézműves foglalkozások lenni ennek kapcsán?
Igen, az osztályokban szoktak ezzel foglalkozni, de az anyáknapi műsort megelőző hetekben ugye készülnek a műsorral, tehát minden nap előkerül ez, illetve a tanítási órákon kisebb ajándékokat készítenek a gyerekek nagy-nagy szeretettel. Itt elsősorban most az alsó tagozatról volt szó. A felsőben mennyire elterjedt még ez a szokás, hogy anyák napjára készülnek az iskolában? Ugye az alsós gyerekeknek úgy gondolom, hogy még erősebb a ragaszkodásuk az édesanyjukhoz, és ahogy serdülnek a gyermekek, ahogy egyre nagyobbak, egyre kevésbé kívánják ezt, vagy egyre kevésbé érzik azt fontosnak, hogy ők most műsorral is kedveskedjenek az anyukáknak, a szülőknek. Ők külön nem szoktak műsorral készülni anyák napjára, de természetesen gondolom, hogy minden gyermek azért egyenként felköszönti az édesanyját a napon. Milyen a szülőknek a hozzáállása, mennyien jönnek el, nyilván anyák napja az év egyik legszebb ünnepe. Hoznak-e magukkal nagymamákat, keresztanyukákat? A szülők nagyon szívesen fogadják és örülnek ezeknek az alkalmaknak. Ilyenkor a szülők, nagymamák, esetleg keresztszülők szoktak eljönni ezekre a műsorokra, és általában az jellemző, hogy az osztályból minden gyermeknek ilyenkor eljön vagy az édesanyja, vagy a nagymamája, tehát igyekeznek itt jelen lenni ezeken a kis rendezvényeken, és örülnek is neki. Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok még a tanévhátra lévő részéhez. Köszönjük szépen, ugye most jön még a tanévnek a legmozgalmasabb időszaka, hiszen tanévzáró előtt állunk, és az évvégi bizonyítványok előtt még mindenkinek egy kis hajrá lesz. Úgyhogy köszönöm szépen az érdeklődést. A Kovács Mihály Általános Iskola tagintézményében a második osztályban vagyunk, és a második osztályosok készülnek az anyák napjára. Hogyan zajlik ez osztálykeretein belül? Első-második osztályos tanítónéni lévén nagy izgalommal készülünk minden évben az anyák napi ünnepségre. A gyerekekkel verseket, dalokat tanítunk, melyeket bensőséges ünnepség keretében, anyáknapi ünnepség során adjuk át a szülőknek, nagyszülőknek. A versek és a dalok mellé saját maguk készítette ajándékokkal, és virággal is kedveskednek a gyerekek. Idén meglepetéssel készülünk, amiről most nem szeretnék bővebben beszélni. Itt vagyunk a Táncsics óvodában. Milyen apropóból jöttek most ki az udvarra a gyerekek? Milyen rendezvény alkalmából? Zöldövezet a programnak a címe, ezt minden évben megrendezzük a Földnapjához kapcsolódóan. Ez egy olyan rendezvény, amivel a szülőket is meghívjuk. A hét folyamán a Földnapjával, a szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkoztunk a gyerekekkel, és tulajdonképpen ez egy záró programja a Földnapi rendezvényünknek. Azért hívjuk meg a szülőket, mert így betekintést nyernek az óvoda életébe, láthatják a zöld napi tevékenységeinket, hogy hogyan próbáljuk a környezetudatos magatartást formálni a gyerekekkel, és ők maguk is részesei ennek a rendezvénynek és a szemléletformálásnak. Mi zajlik most éppen az udvaron? Elég sok állomás van a kisebbektől a nagyobbakig minden gyermeknek. Mivel foglalatoskodnak? Most éppen olyan játékokat terveztünk be az óvodapedagógusokkal, amelyek a szelektív gyűjtés, a környezetvédelemhez kapcsolódó játékok, és ugye nagyon fontos, hogy a gyerekek az életkori sajátosságuknak megfelelően ismerkedjenek meg ezekkel a tevékenységekkel. Hulladékokat válogatnak, hulladékpecát játszanak, hogyan kell a hulladékokat válogatni, melyik szelektív gyűjtőbe kell betenni, és ugye, mint mondtam, hogy az életkori sajátosságuknak játékos tevékenységeken keresztül, és mivel játszák, ez be fog épülni majd a kis személyiségükbe, hiszen ez még az ő életkori sajátosságunknak a legfontosabb tevékenységi forma. A program elején elhangzott, hogy egy különleges dologra is sor fog kerülni majd. Igen, ennek a hosszadalmas játéknak, izgalmas játéknak a vége, tulajdonképpen most meg kell menteniük a Földet. A mi óvoda udvarunk most a Föld egy pici darabkája, és a jutalom a végén egy virágültetési program, egy gyermek, egy palánta. A szülők biztosítják számunkra a virágpalántokat, és szépé varázsoljuk az óvodánk udvarát, amit természetesen a későbbiekben majd a gyerekek fognak gondozni.
A szülőkkel való kapcsolattartás milyen, hiszen most ők is jelen vannak, ők is be vannak vonva ebbe a programba. Mennyire érdeklődnek, mennyire motiváltak, hogy jöjjenek, és akkor a gyerekekkel játékos formában tanuljanak, tanítsák őket. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy aktívan bekapcsolódnak az óvoda életébe. Rendszeresen szervezünk családokkal, szülőkkel közös programokat, hiszen én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szülőkkel való szoros együttműködés a gyermekek nevelése, fejlesztése érdekében, és akkor tudjuk a gyerekeknek a személyiségét maximálisan fejleszteni, hogyha a szülőkkel együttműködünk és partnerként neveljük a gyerekeket. Köszönöm szépen! Szépen virágzik a cseresznyefa a Városháza területe előtt, a Szökőkútnál. Mit szólsz hozzá? Nagyon örülök neki. Gyönyörű és a város dísze. Szépen le van nyírva a fű, a tulipánok is ékesítik a településünket, szoktatok, látom, van babakocsi sétálni a kicsivel? Persze, igen. Amint tehetjük, végre itt a jó idő. Bár még pici, amint jól látok, de játszótérre kilátogattok, annak a rendezettségéhez mit szóltok? Hát még őszintén megmondom, nem voltunk, úgyhogy nem is tudok róla nyilatkozni. Az Angyalos kút körül is vannak kisebb fák, azok is díszei a városnak. Esetleg kóstoltatok már róla? Nem még. Nagyon szép szerintem a virágzása. Az Angyalos kút körül is vannak fák, azokhoz mit szólsz, azok kisebbek? Hát szerintem nagyon szép az összes fa, főleg így tavasszal, szóval szerintem nagyon szép a városrendezés. Szerintem nagyon. Virágok, tulipánok is kiültetésre kerültek? Igen, észrevettem, nagyon szép az is, nekem nagyon tetszik az egész kert, meg park, az egész nagyon szép szerintem. Szépen rendes ápolt végső soron, tényleg meg kell nézni bármit, és tényleg sokat fordítanak rá, hogy olyan legyen. És úgy tudom, hogy Magyarországon belül is elsők között van a parkosítás keretében belül. Hamarosan beindul a Szökőkút, ugye itt a park területén is, és a Városháza előtt is. Szoktak nyári nagy meleg estéken odaülni, hűsölni egy kicsit a csobogóvíz mellett? Engem zavar a csobogás vize. Nem tudom miért, de engem zavar. Inkább így valahol távolabb a parkba, hogyha úgy adódik úgy kiülni. És úgy szemlélni magát az egész környezetet. Hát nagyon jó a természetbe lenni. A legegészségesebb dolog a világon. Köszöntöm nézőnket, Földvelin és Simon Jolával beszélgetünk, hiszen nagyon szép rangsorban, nagyon szép helyezést ért el a Karcagi Nagykó Református Általános Iskola. Ez egy kicsit így rébuszosan hangzik, viszont bekerült a top 100 közé az iskola. Mi ez a lista, és egyáltalán kik állították össze? Megjelent a neten egy honlap, ennek a honlapnak az a címe, hogy legjobbiskola.hu. Ez az általános iskoláknak Magyarországon, az összes általános iskolának egy toplistája, egy top 100, és az országos kompetencia mérések során elért eredmények alapján állították össze. Ugye az eredmények a matematika, illetve az olvasás szövegértés, és az előbb említettem, hogy több évre visszamenően átlagolták az eredményeket, és így a református általános iskolánk országosan a 27. helyet foglalta el, vagy foglalja el. Tehát akkor ez meglepetés volt önök számára is? Igen, ez nagy meglepetés volt, mert eddig még ilyen nem volt, ilyennel még általános iskolák esetében ilyen rangsor együttes tulajdonképpen még nem volt, nem találkoztunk vele, úgyhogy nagy meglepetés volt, és én úgy gondolom, hogy elsősorban a szülők számára készült, ez egyébként a honlapon olvasható is, abból a célból, hogy segítsék a szülőket az iskola választásban. És hát amikor ugye megnéztük, nyilván mi is kíváncsian top 100, és akkor mentünk a listában lefele, Karcagi Nagykó Református Általános Iskola, 27. helyezés, ha így sportszerűen mondhatom, hogy helyezés, és azt is el kell mondani, hogy Jász Nagykun Szolnok megyében nincs is a listában, egyetlen egy iskola nem szerepel,
pesti iskolák, nagyon-nagyon sok pesti iskola van, nagyvárosi iskolák, Pécs, Veszprém, Debrecen, de elsősorban budapesti iskolák, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre, amire tulajdonképpen úgymond nem számítottunk. De akkor azt is elmondhatjuk, hogy ez nem egy szubjektív dolog, hanem ezek objektív, tehát tényekkel alátámasztott. Tehát ez is emeli ennek a rangját, hogy ilyen szép helyezést értek el, még jobb. Az Oktatási Hivatal honlapján fent vannak évenként a mérési eredmények. Az Oktatási Hivatal javítja, vagy javítatja a tesztlapokat, tesztfüzeteket, és ugye mi mindig tudjuk, nyomon követjük, a fenntartó is, és az iskola is, hogy a mi eredményünk, a kompetencia mérési eredményeink minden évben az országos átlagot jóval meghaladják, tehát magasan az országos átlag fölött vannak. És tulajdonképpen ez a 27. helyezés, vagy besorolás, inkább így mondanám, ennek a több éves, hát sikeres mérésnek az eredménye, tulajdonképpen a hozzáadott pedagógiai érték. Én azt kívánom, hogy akkor, ha újabb ilyen összeállítás készül, akkor még följebb kerüljen az iskola, és hát azt gondolom, hogy büszkék lehetnek arra, hogy a megyében egyedül vannak benne ebbe a top 100-ban. Igen, ilyen kis iskola, mint a miénk, ilyen kis városban, én azt gondolom, hogy nagyon büszkék vagyunk a pedagógusok munkájára, a gyerekek teljesítményére és a kedves szülőknek a segítő munkájára. További sikereket kívánunk Önöknek! Köszönjük szépen! Köszöntöm nézőnket, Földvárin és Simon Jolával beszélgetünk, hiszen nagyon szép rangsorban, nagyon szép helyezést ért el a Karcagi Nagykó Református Általános Iskola. Ez egy kicsit így rébuszosan hangzik, viszont bekerült a top 100 közé az iskola. Mi ez a lista, és egyáltalán kik állították össze? Megjelent a neten egy honlap, ennek a honlapnak az a címe, hogy legjobbiskola.hu. Ez az általános iskoláknak Magyarországon, az összes általános iskolának egy toplistája, egy top 100, és az országos kompetencia mérések során elért eredmények alapján állították össze. Ugye az eredmények a matematika, illetve az olvasás szövegértés, és az előbb említettem, hogy több évre visszamenően átlagolták az eredményeket, és így a református általános iskolánk országosan a 27. helyet foglalta el, vagy foglalja el. Tehát akkor ez meglepetés volt Önök számára is? Igen, ez nagy meglepetés volt, mert eddig még ilyen nem volt, ilyennel még általános iskolák esetében ilyen rangsor együttes tulajdonképpen még nem volt, nem találkoztunk vele, úgyhogy nagy meglepetés volt, és én úgy gondolom, hogy elsősorban a szülők számára készült, ez egyébként a honlapon olvasható is, abból a célból, hogy segítsék a szülőket az iskola választásban, és hát amikor ugye megnéztük, nyilván mi is kíváncsian top 100, és akkor mentünk a listában lefele, Karcagi Nagykó Református Általános Iskola, 27. helyezés, ha így sportszerűen mondhatom, hogy helyezés, és azt is el kell mondani, hogy Jász Nagykun Szolnok megyében nincs is a listában, egyetlen egy iskola nem szerepel. Pesti iskolák, nagyon-nagyon sok pesti iskola van, nagyvárosi iskolák, Pécs, Veszprém, Debrecen, de elsősorban budapesti iskolák, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre, amire tulajdonképpen úgymond nem számítottunk. De akkor azt is elmondhatjuk, hogy ez nem egy szubjektív dolog, hanem ezek objektív, tehát tényekkel alátámasztott. Tehát ez is emeli ennek a rangját, hogy ilyen szép helyezést értek el, még jobb. Az Oktatási Hivatal honlapján fent vannak évenként a mérési eredmények. Az Oktatási Hivatal javítja, vagy javítatja a tesztlapokat, tesztfüzeteket, és ugye mi mindig tudjuk, nyomon követjük
a fenntartó is, és az iskola is, hogy a mi eredményünk, a kompetencia mérési eredményeink minden évben az országos átlagot jóval meghaladják, tehát magasan az országos átlag fölött vannak. És tulajdonképpen ez a 27. helyezés, vagy besorolás, inkább így mondanám, ennek a több éves, hát sikeres mérésnek az eredménye, tulajdonképpen a hozzáadott pedagógiai érték. Én azt kívánom, hogy akkor, ha újabb ilyen összeállítás készül, akkor még följebb kerüljön az iskola, és hát azt gondolom, hogy büszkék lehetnek arra, hogy a megyében egyedül vannak benne ebbe a top 100-ban. Igen, ilyen kis iskola, mint a miénk, ilyen kis városban, én azt gondolom, hogy nagyon büszkék vagyunk a pedagógusok munkájára, a gyerekek teljesítményére és a kedves szülőknek a segítő munkájára. További sikereket kívánunk Önöknek! Köszönjük szépen! Köszöntöm nézőinket, a Szent Fólián versenyen beszélgetünk Lévai Kálmánnal, hiszen a zsűri mindjárt elkezdi a nem is egyszerű feladatát. 7. alkalommal szervezték meg ezt a versenyt. Ön ennek most a motorja, hiszen már nyugdíjasként ráért erre, de beszéljünk komolyan. Kik érkeztek a versenyre, melyik településekről? Ugye alapvetően a helyi iskolákból érkeztek versenyzők, de már a kezdet-kezdetén az az ötlet támadt, és jogosan, hogy a testvértelepülésekről is hívjunk tanulókat, versenyzőket, és ezzel is terjesztve ezt a szép irodalmat, ami a tűzről, annak a jóságáról is szól, és nem csak a kártételeiről. Így a testvérvárosunk délvidéken Bácskosútfalva, keleten Erdélybe, ugye alapvetően a Székelykeresztúr, onnan most nem érkeztek versenyzők, viszont van egy másik, ami tűzoltóként testvér, tűzoltóság tulajdonképpen testvér település Bögöz, és akkor egy ötlet, hogy Kárpátaljáról is hívjunk valakit, és akkor nagy muzsaj látszott úgy, hogy talán testvértelepülés lesz. Egyelőre még nem azok, viszont nekünk mindenképpen egy kedves település, és azóta onnan is érkeznek versenyzők. Mutassuk be a zsűrit, hiszen a zsűri elnöke az minden évben más. Most ki a zsűri elnöke? Most ez alkalommal végre sikerült Kárpátaljáról hívni egy művésznőt, és a zsűri elnöke, és ez mindenképpen örömünkre szolgál. A zsűri tagjai pedig hagyományosan Varna Sándor előadó művészünk, és jó magam, mint laikus, hátramozdító, de mindenképpen próbálom azt, hogy olyan ítéletek, döntések szülessenek, hogy mindenki megelégedésére szolgáljon, a versenyzőket inspiráljuk, buzdítsuk, a szülőknek se okozzunk csalódást, hát a tanárok pedig ne végezzenek haszontalan munkát, soha nem végeznek, hisz, vagy csak egy kicsit is meg tudnak valamit tanítani, ez mindenképpen hasznos. És hát azért látjuk itt a díjakat, gyönyörűek a díjak, gondolom, hogy sok-sok felajánlásból érkeztek ide. Alapvetően egy pályázat az alapja, amit az önkormányzati, abból vannak a jutalmak, de azon túl több támogatónk van, hisz azon felül is támogat az önkormányzat, támogatnak a karcagi ipari park például, magánemberek, képviselők, Pánti Ildikó asszony, és szépen gyűlik, és hát majd eredményérzéskor ezt elmondjuk. Én azt kívánom, hogy két év múlva, hiszen két évente van a verseny, még többen jöjjenek, és érdekes azért, hogy van olyan vers, ami ötször, hatszor is elhangzik, és egy picit mindig más. Hiszen mindenki más, hogy érzi a fontos mondani valóját, másképp hangsúlyoz. Tehát tulajdonképpen ugyanazt a verset halljuk, csak hatféle módon. Igen, és az az érdekes, hogy ha úgy elgondolkozik egy kicsit az ember a vers kapcsán, vagy épp a szavaló kapcsán, és csak úgy a dallamára figyel, akkor az úgy elandalítja, és azt hiszi, hogy egy egészen más verset hall, és akkor utána így hirtelen visszakapcsol az ember, és akkor hallja a szöveget is, és tudatosan hallja a szöveget, és akkor rájön, hogy ez meg az a másik vers, és érdekes
ki hol fogja meg. Nyilván a felkészítőkön is múlik, hogy hol fog meg egy-egy verset, és milyen stílusba tanítja ezt meg a tanulójának, hogy keményen, ütömösen, rugósan, hangsúlyozottan, és így tovább. Tényleg nagyon sok fajta, és sokszor mindegyik igazon szól. Tehát én laikus vagyok ebbe természetesen, és laikusként veszek részt a zsűri szakemberei mellett, de ezzel mindig meglepnek a gyerekek, meg a felkészítők, hogy hopp, ugyanazt a verset hallom, mint 5 éve is már hallottam, és ez egy egészen más előadás. Persze függ a gyerekektől is, hogy ki vékony, ki vastagabb, ki idősebb, ki fiatalabb, de most is hallottunk olyat, hogy egy 8-os, az már keményen, éretten adta elő. Egy 5-es, ugyanazt a verset, hogy lágyabban, szolidabban, és annyira érdekes, hogy így is igazon hangzott, úgy is igazon hangzott, hogy a lényegét ezek szerint mind a ketten megfogták és át tudják adni nekünk, nézőknek, hallgatóknak és laikusoknak. Mert bár nagyon szeretem a verseket, és nem mondom régen kötelezően, aztán egy-két verset úgy magam szorgalmából megtanultam, de én matekfizika szakos vagyok, tehát én messze állok az ilyen tekintetben az irodalomtól, de nagyon szeretem, és főleg, hogyha értem is, hogy miről szól. És itt a tűzről szóló, mindegy, hogy melyik fajta tűz, a szívünkbe lobogó tűz, az ártó tűz, a tüzet megfékező emberről szól, mindegy, az nagyon, nagyon érthető, azt gondolom a hétköznapi ember számára is. Jó munkát kívánok a zsűrinek, és hát azt gondolom, hogy mindenki izgalommal várja majd a döntést, és akkor 2 év múlva pedig a 8. versenyen találkozzunk. Köszönöm szépen, hát bízunk benne, hogy helyes döntéseket fogunk tudni hozni mindenki megelégedésére, és hát azt szeretném, vagy az jó lenne, hogyha úgy alakulna, hogy senki ne menjen haza csalódottan, mert ha valaki belátja, hogy igen, ő nem volt első 3, nem volt külön díjas sem, mert akik külön díjat kapnak, jobbak voltak, akkor már érett az a versenyző, és legközelebb egy másik verseny biztos, hogy díjas lesz, mert akkor érzi a hiányosságát. És hát én mindig erre buzdítom a gyerekeket, hogy legyenek önkritikusok, és akkor többre, jobbra, ne elégedjenek maga azzal, hogy megtanulták a szöveget, és valamilyen módon hangsúlyozzák, hanem az ütős legyen, jó legyen, szívszorító legyen akár. És hát úgy tűnik, hogy azért így történik, meg aminek nagyon örülök, hogy ebben a mai elmobil telefonosodott és sorolhatnám, milyen világban, ezek a gyerekek még az irodalommal fog, még ott vannak, és nem csak azért, mert a tanárnő ostorra jött be a tanterembe, és akkor önként ment szavalni, nem, hanem tényleg szeretettel csinálják, és mint láttuk, hallottuk, nem eredménytelenül. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk mai vendége Teleki Zoltán karcagváros rendőrkapitánya. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Teleki Zoltán, karcagi rendőrkapitányság vezetője, akit szeretettel köszöntök stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Kezdjük talán azzal, hogy a rendőrség napja alkalmából biztonságos megyért díjban részesítették, díjjal jutalmazták. Szeretettel gratulálunk, és további jó és sikeres munkát kívánunk. Egy picit meséljen nekünk erről, hogy hol kapta, és kitől vehette át ezt a díjat, elismerést, és ez miről szól gyakorlatilag? Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy ez az elismerés nem nekem szólt, hanem a karcagi rendőrkapitányság állományának, a kollégáknak, hiszen az az eredmény, amit a kapitányság elérhetett, az egy csapatmunka eredménye. Most a főkapitány úr úgy döntött, hogy az én kezembe adja ezt a díjat. Persze mellettem több helyi kollega a rendőrkapitányság állományába tartozó rendőr kapott Szentgyörgy napja alkalmából elismerést, úgyhogy én inkább őket emelném ki és köszönném meg a kollégák munkáját. Még egyszer gratulálunk önnek is, és a kollégáinak is. Elfogadták a beszámolóját a testületi ülésen, a rendőrkapitányság beszámolóját.
Talán kezdjük azzal, hogy hogyan is telt a tavalyi éve a karcagi rendőrkapitányságnak. Milyen regisztrált bűncselekményekről beszélhettünk az elmúlt időszakban? Ugye a beszámoló a 2017. évről szólt. Így van, a 2017 évi beszámolót a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. Mindenképpen el kell mondani, hogy a pozitív tendencia tovább folytatódott 2017 évben is. Az elmúlt, mondhatom, hogy 15 év legalacsonyabb bűncselekmény számát regisztráltuk. 2016-hoz képest majdnem 35%-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, de ha 2012-höz viszonyítom, akkor kevesebb, mint egyharmada bűncselekményt regisztráltunk a város területén. Ez az elmúlt 15 év legkevesebb bűncselekmény száma. Ezen belül is a közterületen elkövetett bűncselekmények azok, amik ugye a lakosoknak a biztonsági érzetét a leginkább befolyásolják. A város területén ez a szám is tovább csökkent, és itt is az elmúlt időszak, az elmúlt 10-15 év legalacsonyabb bűncselekmény számát regisztráltuk. Ehhez mindenképpen hozzájárult az önkormányzat által telepített kamerarendszer, aminek a fejlesztése ebben az évben tovább folytatódik, hiszen olyan pontokon is kamera került kihelyezésre, ahol korábban nem volt, és ennek már a preventív hatását is érezzük. Ezzel kapcsolatban egy olyan kérdésem lenne, hogy volt már, amikor egy közterületen elkövetett bűncselekményben a kamerák voltak az önök segítségére? Több alkalommal is volt, amikor a felderítést is segítette a kamerarendszer, és nem csak a bűncselekményeknél, hanem például közlekedési baleseteket is rögzített a felvétel, és volt, hogy olyan segítségnyújtás elmulasztását elkövetőt sikerült felderítenünk a Madarasi úton lévő kamera segítségével, amit egyébként biztosan nem tudtunk volna, hiszen két nappal később jött a bejelentés, és nem is helyi volt a gépjármű, aki egy kerékpáros elesésénél nem állt meg. Arról tud-e esetleg nekünk valamit mondani, hogy körülbelül most csak nagyjából hány kamera lesz elhelyezve a városban? 17-tel bővül az idejében a kamerák száma, a jelenleg meglévő 14-hez képest, és az önkormányzatnak, bár az ő nevükben én nem tudok nyilatkozni, de a testület, illetve a polgármester is arról biztosított, hogy folyamatos fejlesztés lesz. Azt hiszem, hogy 64 kamera az, amit ez a rendszer tud biztonságosan működtetni, ami telepítésre került. Azt mondta nekem itt az interjú előtt, hogy gyakorlatilag kiemelten kezelt bűncselekmények esetében 14 féléről beszélhetünk. Ezekről mit tud nekünk elmondani? Hát az a 14 kiemelt bűncselekmény, ami leginkább befolyásolja a lakosoknak a biztonság érzetét, ebben a kategóriában is jelentős csökkenést értünk el. Ide tartozik az emberölés. Emberölést 2017-ben nem regisztráltunk a város területén, de a rendőrkapitányság területén sem. A rablásban egy jelentős csökkenésünk történt. 70%-kal kevesebb rablás történt 2017-ben, mint 2016-ban. Jelentősen csökkent a lopások száma. Azt mondhatom, hogy történelmén alacsonyra sikerült leszorítani a város területén elkövetett lopások számát. Ebben mindenképpen ki kell emelnem a mezőőrséget, a közterületfelügyeletet, a polgárőrséget, akik a napi szolgáltatásaik során segítik a munkánkat, és remélhetőleg így is marad, de gyakorlatilag a külterületen elkövetett és még ezelőtt 5-6 évvel jellemző külterületi ingatlan feltöréseink gyakorlatilag megszűntek, illetve a külterületről elkövetett lopások is, ez nagyban a közterületfelügyelőknek, illetve a gazdáknak a munkáját is jelzi, hiszen a gazdákkal rendszeresen végzünk külterületen járőr szolgálatot, amikor az ő terepjáró gépjárműveiket, volt, hogy traktoraikat igénybe véve ellenőriztünk olyan helyeket, ahova egyébként nem tudnak kijutni a rendőr. Említette, hogy sok-sok százalékkal csökkent a lopások száma a 2017-es esztendőben. Ugye, amikor nagyobb, tehát amikor alkalom van egy-egy évben, például karácsony előtt ugye szoktunk arról beszélgetni, hogy vigyázzanak az értékeikre, a karácsonyi forgatagban közlekedők.
Mi lehet az oka annak, hogy ennyire lecsökkentek ezek a bűncselekmények? Jobban odafigyelünk ezeknek a felhívásoknak a hatására, vagy a kamerák is közrejátszanak? Ön szerint mi lehet ezeknek az oka? Ez egy összetett, a rendőrség önmaga... Vagy a közterületi jelenlét? A rendőrség is egy szolgáltatást nyújt, a biztonságot szolgáltatja, de önmagában ezt nem képes, csak akkor, ha az együttműködőkkel szorosan összefogva, vetve végzi a munkáját. Ehhez hozzá tartozik az önkormányzat, a már említett egyes rendészeti feladatot ellátó személyek, a bűnmegelőzési tevékenysége, illetve az a szigorú szankció, amit mi alkalmazunk minden esetben a bűnelkövetőkkel szemben. A kapitányságon már most 6. éve az a bevált gyakorlat, hogy a lehető legszigorúbban lépünk föl a bűnelkövetőkkel szemben, és amennyiben a gyorsított eljárás lehetőségei fennállnak, akkor 72 órán belül is bíróság elé állítjuk akár a bűncselekmény, akár a szabálysértést elkövetőket, és ilyen esetben bizony őrizetbe vesszük az elkövetőt, és nem várjuk meg, hogy ő majd megjelenik-e a bíróságon vagy nem, hanem akár egy kisebb súlyú lopásban is 2-3 napot a fogdán tölt el, és onnan hozzuk a bíró elé közvetlenül, és ennek a gyors prevenciónak is ez is hozzájárul ahhoz, hogy a bűn nem marad büntetlenül, és minél gyorsabban következik be a szankció, ugye annál nagyobb a visszatartó erő, az úgynevezett generális és speciális preventív hatás annál hamarabb érvényesül. Miről tud nekünk beszámolni a tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatban? 2012-től mérjük a tulajdon elleni szabálysértések számát. Amióta ez mérésre került, 2017-ben volt a legalacsonyabb, kevesebb mint 1/3 volt a elkövetett tulajdonjogi szabálysértések száma. Itt miről beszélhetünk? Lakásbetörések, kerékpárlopás, miről beszélhetünk ebben? Ezek a szabálysértések, amelyek nem érik el a bűncselekmény értékhatárt, és nincs minősítő körülmény. Például egy lezáratlan kerékpár eltulajdonítása, az utcára kiengedett tyúk ellopása, tehát ezek a kisebb súlya, a boltból ellopott bármilyen 50 000 forint érték alatti termék eltulajdonítása, amennyiben természetesen nincs biztonsági eszköz, ami bűncselekményé minősítené ezt a szabálysértést. Közlekedésbiztonsági helyzet hogyan alakult az elmúlt időszakban? A város területén a közlekedés biztonságában egy minimális növekedés volt a személyisérüléssel járó közlekedési balesetek számában, egy 10%-os növekedés következett be. Ez kizárólag a könnyű sérüléssel járó balesetek számának a növekedése eredményezte ezt az emelkedést. A halálos balesetek száma az 50%-kal csökkent 2017-ben az előző évhez képest. A súlyos sérüléssel járó balesetek számában is csökkenés történt. A lehető legnagyobb időtartamban és a legfrekventáltabb helyeken üzemeltetjük a trafipaxunkat, és úgy gondolom, hogy ennek a hatása az, hogy a súlyossági mutató az pozitív irányban javult, illetve a halálos balesetek száma is csökkent. Persze vannak olyan balesetek, amit egyszerűen nem lehet megelőzni rendőri eszközökkel, de próbáljuk folyamatosan javítani. Beszélgetéseink során mindig elmondja, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a közterületi jelenlétre. Ezzel kapcsolatban milyen volt az elmúlt időszak helyzete? Ugye, tehát például én magam is sok ismeretlen rendőrt látok a városban. A közterületi jelenlétről azért is kell beszélni, hiszen mindenki tudja, hogy milyen illegális migrációs nyomás helyeződik az ország határokra, és bizony azért, mert Karcagnak nincs határszakasza, vagy Szolnok megyének, mi is kivesszük, a kollégáim is kiveszik a részüket ebből a munkából. Két heti vezényléssel a kollégák egy része a Bács vagy Csongrád megyei határszakaszra kerül vezénylésre, és természetesen ilyenkor az itthon maradt kollégáknak kell azt az űrt pótolni, amit a határszakaszon teljesítő szolgálatot teljesítő kollégák kiesése okoz. Elmondhatom, hogy a teljes szolgálati ág beosztásra került a közterületi szolgálatba.
úgynevezett fokozott közterületi migrációs túlóra elrendelésére van lehetőségünk, amivel tudjuk növelni a közterületen jelenlévő rendőrök számát. Egyrészt ezért is lehet találkozni olyan rendőrökkel, akiket nem ismernek sokan, hiszen lehet, hogy a igazgatásrendészeti szolgálati ág vagy más bűnügyi szolgálati ágnál teljesítenek szolgálatot, és korábban ők nem láttak el járőrszolgálatot. A másik, folyamatosan kapunk a megyei főkapitányságról megerősítő erőt, mind a forgalom ellenőrző alosztálytól, mind pedig a bevetési osztály kollégái megerősítik a területünket. Ezen felül 3 hónapig a megyei bűnügyi igazgatóságról is folyamatosan került vezénylésre a rendőrkapitányság illetékességi területére megerősítő erő, és még ezen felül heti 3 vagy 4 alkalommal a készenléti rendőrség megerősítő ereje is jelen van az illetékességi területünkön, és próbáljuk a szolgáltatót úgy szervezni, hogy folyamatosan értékeljük, elemezzük a bűnügyi és a baleseti helyzetet, és mindig oda vezényelni a rendőri erőt, ahol szükség van rá, tehát hogy egy sokkal hatékonyabb szolgáltellátás legyen, mint akár korábban, bár eddig is mindig néztük, és ahol nincs jogsértés, nagyon ritkán történik, nagyon kevés, oda természetesen ott is megjelenik a rendőr, de nyilván ott fog több időt eltölteni, ahol több probléma van, ahol a lakosok is jobban igénylik. Mit tud nekünk elmondani a bűn és baleset megelőzéssel kapcsolatban? Erre is kiemelt hangsúlyt fektetnek. 2017-ben is fokozottan végeztük ezt a tevékenységünket. Minden iskolánkban működik iskola rendőr, idézőjelbe, aki tartja a kapcsolatot a testülettel, az osztályokba prevenciós jellegű előadást végez. Ezen felül az iskolai bűnmegelőzési tanácsadónk az illetékességi területünkön lévő minden középiskolában lát el prevenciós feladatokat. A DADA program, a kábítószer megelőző programunk szintén működik. A baleset megelőzési tevékenységünk kapcsán is folyamatosan végrehajtottuk egész évben a Városi Baleset Megelőzési Bizottság feladattervében meghatározottakat, illetve a Megyei Baleset Megelőzési Bizottság által megrendezett rendezvényeken is részt vettünk, és ezt a 2018-as évben is ugyanígy fogjuk végezni. Az előbb az egyik kérdésemnél említette, hogy nagyon fontos és nagy hangsúlyt fektetnek az együttműködésre. Mit értett ez alatt? Az, hogy egy javuló közbiztonsági helyzet legyen, ehhez mindenképpen fontos a megfelelő együttműködés az önkormányzatokkal, a társszervekkel, a civil szervezetekkel, az egyházakkal. Erre eddig is nagy hangsúlyt fektettünk, és a továbbiakban is, és elmondhatom, hogy egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tényleg minden együttműködővel sikerült úgy gondolom a lehető legjobb hangot megtalálni, és közösen tudjuk segíteni egymás munkáját. A rendezvények biztosítását közösen végezzük a közterületfelügyelőkkel, a polgárőrökkel, a mezőrökkel, a külterületek védelmét szintén közösen hajtjuk végre, és a helyi önkormányzat pedig olyan folyamatos támogatásban részesít bennünket, ami megkönnyíti a munkánkat. Itt elég csak az új rendőrkapitányság építésére céloznom, hogy milyen segítséget kaptunk mind miniszter úrtól, mind a megyei közgyűlés elnökétől, mind pedig a polgármestertől és a testülettől, amit hálásan köszönök ezúton is. És úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy könnyebb legyen a munkánk, és semmiképpen nem elhanyagolható az a közfoglalkoztatási program, amit az önkormányzat folytat, hiszen a városban azoknak az embereknek ad munkát ezáltal, akik egyébként a munkaerőpiacon nem találnának maguknak munkát, és vagy munkanélküliek lennének, vagy pedig azok sem lennének, mert már az is lejárt, és hát akkor miből élnének? Valószínűleg bűnözésből. Így pedig nyilván ez a fajta jövedelem, ez garantálja azt, hogy ők is egy megfelelő megélhetéssel el tudják tartani a családjukat, és nem mindegy, hogy milyen példát mutatnak ezek a szülők, hogy esetleg korábban 5-10 évvel ezelőtt mit láttak azok a gyerekek, amikor nem dolgoztak ezek a szülők, és most mit látnak, és ez pedig a következő generációnak a nevelési szempontjából is fontos. Az idei esztendőben 2018-ban, mert ugye májust írunk, lassan eltelik az évfele, tudom, hogy mindig statisztikáznak, nem kérek adatot, hogy állunk a tavalyi évhez viszonyítva? A folyamatok továbbra is jók, továbbra is a tavalyi évhez képest is egy csökkenő
bűncselekmény szám az, ami jellemzi az egész illetékességi területet és a várost is, és hát mindent megteszünk, hogy még tovább, hiszen mindent lehet egy kicsivel jobban csinálni, úgy gondolom. Jó munkát kívánunk ehhez, és reméljük, hogy az adatok még kevesebbek lesznek, és még csökkenek a tendenciák. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és még egyszer gratulálunk a kitüntetéséhez, további jó munkát kívánunk. Én is köszönöm, és közeledik a nyár, és mindenkinek nagyon jó pihenést kívánok, és vigyázzanak az értékeikre, és balesetmentes közlekedést vigyázzanak az utakon. Köszönjük, hogy itt volt, kedves nézőim, mert megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra.